Nem csak a női vízilabdásoknál, hanem a férfiaknál is Magyar Kupa hétvégét rendeztek. Az egriek a Bajnokok Ligájában is érdekelt Szolnokkal mérkőztek. Pénteken az első mérkőzésen a tiszapartiak fogadták a Cetefeger férfi vízilabda csapatát, ahol 11-11-es döntetlen született, így másnap a Bicskei úszodában dőlt el, hogy melyikük jut tovább. 11 percig kellett várni az első egri találatra, csak közben már 4-nél tartott a Szolnok. Fordulás után is a vendégek uralták a meccset, 8-5-re vezettek a harmadik negyed végén. Ezt az előnyt megtartva 10-8 a szolnoki siker született, így a tiszapartiak jutottak tovább a Magyar Kupa elődöntőbe a Ferencváros, az OSC és a Miskolc társaságában. Valóban olyan mérkőzés volt, amire készültünk. Nagyon kemény, nagyon brusztos az elejétől kezdve végéig. Tudtunk előpni az elején jó 4-5 gólra, de Eger visszajött, mindig visszajött a meccsben, és végig kellett küzdeni a győzelemért. Dabroszky Norbert vezetőedző elmondta, azért dolgoznak, hogy a jövőben a két csapat közötti különbségek eltűnjenek. Végig bíztunk benne, hogy legalább a döntetlenig föl tudunk a végén jönni. Nyilván nagyon-nagyon nehéz ilyen nyomás alatt játszani. Mind a két csapat az első negyedben már látszott, hogy nagyon elfáradt. Úgyhogy ebből a párharcból most mi kerültünk ki vesztesen. Gratulálok a Szolnoknak, nem tudok más tenni. Október 30-án szerdán 18 óra 30-tól a LEN Eurókupa negyed döntő első mérkőzésén a francia Strasbourg csapatát fogadják majd az egriek.